Szevasztok gyerekek! Elindult az irény felvétül. Elindult mi? Dik mi volt ez? Dik mau. Irény kinti vlog. Jó kis csipelgő. Csipelegnek a madarak, mint a ficelgő. Jó. Hát a tegnapi videó sajnos nem sikerült, rövid videót, mert ha nem hosszú videót, de nem baj, hát végül is nem mindig sikerülhet úgy, ahogy szeretnénk. Most tudom, hogy meddig lesz ez a videó. Őszintén. Ja, igaz, hogy fatalék ugye elmentek, nem vásárolni, ugye. Most mindegy, nem, most mindig ezt nem mondom, hogy jaj, miért tudok videózni. Már akik úgy is tudják, tudják, sejtik. Ja. Úgy mondanám ezt, mint amiben kéne számolni, hogy jaj, mert most azért tudok videózni, mert így meg úgy van. Bár jól mondom, bátyám az itthon van, fent van. Bár ő. Hát, értitek, milyen állapotban van. Ja. Na mindegy, úgyhogy néha most is szokott ilyenkor kijönni, hát ő eleget van otthon, mármint eleget van kint mindig a balkonóban, úgyhogy amúgy nem szokott kijönni. Nem hinném, hogy most kijönne a vét, ne hallja, hogy beszélek, bár olyan hangosan nem beszélek. Hát normál hangelőn beszélek úgyis. Ja, soká szerint ugye nemrég laktam jól. Jó kis nudli volt, ilyen töltött izével. Hát mi az már? Na, nem töltött hús. Hát mi jól szoktuk hívni, hogy töltött vagy a picsával, de úgy nem is úgy hívják, hanem aminek nem veszik azt. Na mindegy, most így, de nem tudom. Az a nudli, tudjátok. Mert már sokan nem ismerik, mert például múltkor még az én sem ismert a Patoska, azt tudom, a slambucot. Mondom, nem ismeri a slambucot? Mondom, ez pedig az a legfinomabb kaja. Hát igen, mert beszéltük is akkor annól mutalékkal, hogy hát nem mindenki ismeri a régi magyar kajákat. Hát igen. Csak maximum a maikat. Vagy esetleg akinek a mamája főzött, azok igen. De sok fiatalok úgymond, ja, nem ismerik annyira. Ezeket a régi kajákat pedig legjobbak. Még mindig szoktam enni azokból, ha olyan. Amikor a mutájának van kedve főzni. Ja, pedig hát régen mindig mamám főzött, de már nem. Pedig elmondanám még részletesen, hogy mi történt vele, de hát jó, hát elmondhatnám, de na, mindegy, elég ennyi, hogy demenc betegsége van, vagy hogy kell ezt mondani. Mi volt egyiből, sokan úgy is szerintem tudják, hogy akkor mi történhet. Miért tudok videózni is. Pedig ugye régen nem tudtam itt, mert ugye mindig jött-ment a kertbe. De valamit hallottam volna. Ja, csak a szomszédból. Ja, hát igen, azért szoktam így mondani, amikor itt mászkálok, hogy szokatlan. Ja, szokatlan, hogy nincs itt, mármint nem halt meg, csak hogy mondjam, értetek. Na, hát most az így, nem, már így mások biztos még jobban tudjátok, hogy mi lehet. Ja, na mindegy, hát azért mondom, hogy
Nem lehet ezt tudni, hogy kinek mikor jön elő ilyen meg olyan betegség. Ezért kéne nekem is vigyázni. Nem, de jó, már nekem előjöttek. Hát van is egy-kettő, nyilván. Csak ne legyen rosszabb. Hát most... Mely sok ember amúgy cigizik meg vissza, úgymond ezt a, ahogy szokták mondani, egy-kettő szemetet. Ezt a cukorszemetet, energit. Vannak sokan, akik jó, hát gondolom, mert azoknak nincsen betegségük, úgymond. Ilyen cukor, meg stb. Ja, jó, oké. Tehát, de biztos vannak azért onnan olyanok is, úgymond, akik úgymond annyira nem törődik ezzel, hogy most neki van ilyen betegség, és akkor is vissza a olyat, meg olyat. De én akkor is, legalább akkor se iszok, meg nem úgymond százat iszok, meg csak egyet. Szóval amennyi rá van írva a most erre. Ja, úgyhogy akkor se iszom azt úgy, mint... Mert jó, régen igen, régen megittem kettőt is. De ugye ezt már mondtam. Egy pár szó. Hú, ahogy tényleg visszatérve, hogy tennap videóhoz, hogy rövid volt, tényleg jó, hogy abba hagytam, mert be is jött a bátyám, úgyhogy még akkor sem tudtam volna csinálni a videót, mert jó, utána tudtam volna esetleg, hogy folytatni, hogyha bejön, és akkor majd mondtam volna neki, hogy hát most videózok. Csak hát tudjátok, én úgy szeretek, hogyha közben kijövök cigizni. Ja. Én meg ugye azt nem szeretem, hogyha hallom, hogyha jó, biztos nem hallgatóznak, ha kijönnék is, ha itthon vannak fatelék, ugye. Nem mondtam ott el is a tegnap, hogy hát de akkor miért nem jössz ki, amikor attól még kijöhetné, hogy videózni, ha olyan. Hát oké, csak hát, hogy itt van az ablak is, ugye. Jó, hát nem hallgatóznak utána most. Meg hát a hallgatózik, úgy sem beszélek olyanokat, hogy most meg a beszélnék is, ugye már beszéltük össze százszor, hogy Batuska is mondta, hogy felnőtt vagyok már, hát ha most a beszélek például a tugásról, akkor azon. Ja, úgyhogy tudom, csak hát valahogy úgy, én akkor zavarban vagyok úgy videózni, hogyha itthon vannak. Jó, már párszor csináltam videókat úgy, hogy itthon voltak, láttátok is, vagyis hát aki jelzi, hogy csináltam már úgy, ugye? Úgyhogy, ja, érdekesek dolgok, mi? Úgy jó, ez a kék szofi dohány, ezt szeretem én is. Ezt a kék szofi dohány a legjobb, nem tudom miért, meg ahogy megcsinálja, úgy megtölti, még jobban megtölti, mint egy bolti cigit. Annyira jól megtölti. Igaz, hogy három dobozzal jön ki belőle, nem négyjel, mint ugye már ezt régebben mondtam, hogy van nekem ilyen négy darab doboz cigit tartom. Ja. Oszt. Abból mindig három dobozzal jön össze. De legalább tényleg minőségi. Jó, megcsinálja tényleg. Hát láttátok, majdnem 8 percig szívtam. Hát igen, mégis akkor kezdtem el a videót, amikor elkezdtem a cigit. Vagy amikor a videót, akkor amikor a cigit. De azt jól elmondtam. Ja. Láttam, Tamás Zsozzal is írta, hogy ő is volt lövindadrában, amikor jó, olvastam, kutyát sétáltat ott. Mert úgy 20 fok volt. Jó, én nem azt mondom, hogy most, ha már van 20 fok, akkor ki lehet menni, csak hát úgymond, hogy még korai, ahogy szoktam mondani utána is mindig, hogy ez még nagyon csalóka idő. Hiába van jó idő, és úgy érzi az ember, hogy úgymond leöltözhet, de én úgy vagyok vele ezzel akkor is, hogy még tényleg korai. Azért van, hogy ez korai tavasz idő, ezért is én legalább
Nem, én nem akarok még úgy leöltözni. Hiába tényleg kényelmesebb lenne úgy jönni, menni. Tehát el kell fogadni, hogy most még nincsen nyár. De hát, ha valakinek így jó, akkor miért ne? Jaj, úgymond nem szólok én bele se. Miért is szóljak bele, hogy most ki hogy öltözik? Csak elmondtam ugye az én gondolatomat, véleményemet ugye. Hogy én erről mit gondolok. Úgymond ez nem olyan bántás. Jó, az lehet egy kicsit izé is voltam, amikor mondtam, amit már mondtam tennap is, hogy azt mondtam, hogy én nem adnék gyógyszert azért, mert hogy mert valaki új leöltözött, az amiatt fázok meg. Csak mert akkor kicsit úgymond kiakadtam ezen. Na, én is ki tudok akadni egyes úgymond dolgokon, ha olyan. Ja. Úgyhogy voltak érdekes kommentek is, jó kommentek is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, amiket írtatok, na tényleg így gondoljátok. Ja. Hú, kicsit az észavában vagyok most, nem tudom. Gondolom, mert hogy nem teljesen vagyok egyedül. Ja. Bum. De hát, amit mondtam, hát a bátyám ülül, hogyha bent van, egész nap mindig kint van a parkolónál. Úgyhogy, de úgy tényleg, ha hétvégén van, akkor sosem jön ki. Mert nem csodálom. Ülül, ha bent van a melegben, nem, hogy még akkor itthon is kijöjjön. Na mindegy, hát. Nem tudom, hogy mit mondjak még gyerekek, az a baj. Pedig olyan jó kis izé van, idő van, úgymond, de azért nem fogok leöltözni. Én ne haragudjatok meg, de azért nem szeretnék leöltözni. Ja. Miért nem hoztam ki a selfie-botot? Kicsit most nincs kedvem annyira tartani a telefon. Állítottam be a Fortnite-on egy-két beállítás, egy kicsit magasabbra tettem egy-kettőt. Hát ilyen 60-70 FPS, 80 megvan így is. Egy kicsit feljebb vittem egy-két dolgot. Hú, még szebb így. Hát igen. Hát igen, csak annyiba. Csak azt hittem, hogy ez a kártyával amúgy teljesen fullra tudom tenni a Fortnite-ot. Vagyis hát tudnám is teljesen fullra tenni az egészet, csak akkor már ilyen 30 FPS volt. 30-40, azt az már. Jó, akkor sem akadott a játék amúgy. Nem akadott, csak hát lehetett érezni, hogy 30 FPS. Ja. Mindegy, hát akkor is örüljünk neki, hogy van ilyen. De akkor is, hát na. Bár mondta bátyám is, hogy igen, hogyha akkor lenne esetleg valamennyivel jóval több FPS, hogyha ez a AMD valami Ryzen processzorom lenne, utána nézett a dolgokon, hogyha ez a processzor lenne, akkor lenne valamennyivel úgymond több. De hát ő se szereti az AMD-t, én se. Jó, hát régen volt AMD gépem, tudjátok, a légi rajongók tudják, hogy volt AMD gépem, videokártyám is, meg minden. Még szerintem az az első gépem volt. Ja. Hát, még akkor lehet régen jó volt amúgy. De hát mi valahogy, mi akkor is az Intelt szeretjük. Nem az a jó, szerintjük legalábbis, hát kinek melyik jó, melyik is processzor. Ja. Na mindegy, hát. Nem hinném, hogy nem tudom, hogy azzal milyen lett volna, amit ugye elsőnek kilaktam, azt a Intel 7 valami 13400K. Vagy mi volt a neve, nem, amikor egyszer kilaktam legelsőnek a közösségben, lát, tudjátok. Norbert, te tudod. Meg akik ugye tudják, hogy amikor kilaktam azt a Intel, akkor valami i7 volt, valami 13400K, vagy mi volt a neve? Ja.
lehet, hogy már azzal is jóval jobb lett volna. Csak hát ugye az jóval drágább is volt, mert vagy 130-140 volt. Gondolom azért is nem akartam már bátyám, hogy így is már adott bele mennyit, sokat. Ja, meg lehet érteni végül is, gyerekik jó. Na, persze azt is lehetett volna, hogy gyűjtöttem volna még tovább. De hát, amit mondtam, a születésnapi pénzemből úgy sem tudtam volna gyűjteni sokat, mert ahogy mondtam már, ilyen 10 000-et kapok maximum, úgyhogy azokkal tényleg csak úgy lehetett volna. Aki mondta múltkor, hogy ha kapnék 10 évre előre kapnék születésnapi, meg névnapi pénzt. Vagy, amit már menni kéne, beszéltünk, hogy vagy ha elmennék ugye dolgozni, nyilván az lenne a legegyszerűbb. És akkor, ja, hát igen, az így munka, hát azzal biztosan még jobban hamarabb. Hát, ha majd egyszer lesz, akkor esetleg majd vagy veszek akkor abból, hogyha egyszer lesz munkám. Tehát csak kéne valamit kezdeni tényleg magammal, mert de úgy tényleg sokszor annyira unatkozok, hiába úgymond van a gép, meg minden. De hát, hát ez se jó. Az elején még tényleg volt, hogy élveztem ezt a úgymond, ahogy szoktátok mondani, egy-kettő pálan, hogy ingyen élő, ezt úgymond az elején tényleg jó volt. Akkor még úgymond hazajöttem, vagy végig a suliból már, mint hogy mondjam. Meg mikor is végeztem ezt a dísznövényi termesztőt? Valami 2012-ben lett vége a sulimnak akkor. Hát igen, akkor 2012, hát végül is akkor több mint 12 éve, hogy itthon vagyok. Annyi idő alatt már dolgozhattam volna, már 12 évnyi munkahelyem lenne, vagy munkásság, vagy minek nevezik ezt. Hát igen, azért mondom, még az elején pár évig jó is volt ez. Csak ahogy kezd felnőni, úgymond az ember, kezditek belátni a dolgokat, hogy tényleg most szoktam ezen gondolkozni éjszaka néha, amikor felkelek, hogy fogyozni, meg minden is, akkor nem tudom, ezen éjszaka mindig szoktam tényleg gondolkozni, hogy pedig jó lenne valamit kezdeni magammal, mert nem jó ez. Közben hozok egy cikit. Csak közben akkor nem beszélek. Hát, ha nem jön a bátyám. Nem tudom. Vagy ha olyan, akkor megállítom. Mégis ott van a CapTube alkalmazás. Hát ez nem kellett akkor kivágni, mármint megállítani, de hát ha most a kellett is volna, akkor nem baj, hát most már van egy jó videóvágó, az a lényeg. Közben kinézek már, nem jöttek volna. Jó. Jól van, gyerekik, semmi se. Úgyhogy... Ezért mondom, hogy... Szoktam én gondolkozni, csak hát... Ahhoz tényleg nekem kéne valamit keresni, vagy valami. Ja, na mindegy, hát... Egyszer valahogy csak lenne. Tudom, mindig ezt mondom már mióta. Hát olyan sokáig még nem mondtam ezt. Én legalább úgymond
gondolkozok ezen, hogy jó lenne valamit csinálni, nem úgy, mint azok a MC-sti, meg mit tudom, melyik kikapok, akik úgymond tényleg nem akarnak semmit, hanem úgymond tényleg kódolni. Ez is már az úgymond előny, hogy próbálok ezen úgymond gondolok, mármint hogy jó lenne, hogy beláttam, hogy jó lenne azért valami. Értetek, na. Ja. Így már ha lenne munkám, akkor tudnék munkapénz fizetésemből venni, akkor minden havonta YouTube Premiumot is. Milyen jó lenne már, mi? Hát igen. Akkor nem kéne arra várni, hogy szó szerint, hogy várom, hogy hát, ha jön támogatás, meg minden. Ja, néha tényleg van, hogy várom, hát egyszer, azt akkor egyben megvenném a YouTube Premiumot. De hát ez nem lesz a jó megoldás, mi. Akkor most addig várom, várom még. Hát igen, nem jó ez se. Na mindegy, hát majd egyszer valami csaktán, nem? Gyerekik maguk. Ez most ilyen kis filózgatási videó, lehet nevezni ennek is, annak is. Ja, még hogyha nem beszélek nagy témákról is. De hát tudjátok, én ilyen vagyok. Én is szoktam videózni. Pont néztem Ádám Bobélyt is, mai nap. Megnéztem, hát nem beszél a politikáról. Mondta ő is, hogy hát ő se szeret videót vágni, hanem hát csak így, mint én, hogy ugye live-ozik, azt csinálja, mondja el a mondókáját, az, ja. Ha mindenki is ugye eszébe jut, az akkor elmondja a gondolata itt. Hát én is így vagyok ezzel, hogy hogyha még meg is tudnám tanulni ezt a videóvágás, meg effekt, főleg, hogy most már a légigépemmel is tudtam volna ezeket csinálni, mert hát az meg i7-es processzor volt, igaz, hogy régi, de akkor is. De hát szerintem az sem jó, hogyha, ahogy mondta Ádám Bobi, hogy például van az a, ami szokott nézni, valami fókusz csatorna, vagy ki, nem ismerem, csak már hallottam a nevét, hogy állandóan, túlságosan is mondta, hogy meg van vágva már. Hogy már annyira meg vannak vágva azok a videók, vagy mik, hogy már az se jó szerintem. Akkor mindig csak azt látni, hogy itt van, ott van. Hát jó, valakinek biztos tettenek a ilyenek is, de hát... Szerintem már sokan megszokták, hogy én így csinálom a videókat, hogy csak így simán nem vágom, hanem ha mi eszembe jut, akkor elmondom. Ha meg nyilván nem jut eszembe semmi, akkor nem. Ja. De mindegy, hát... E vagy gyerekik maguk. Azért mondom, hogy majd... Majd, mármint úgy... Ez a videózás, én így csinálom. De hát nyilván szeretitek. Nem csak gondolom, szeretitek nézni. Bár vannak, akik ugye hallgatni szokták. Ja. Ugye egyszer már mondták egy-kettő, hogy valaki csak ugye hallgatja őket. Nem nézi. Hát igen, mégis. Vagy lehet valaki úgy hallgatja, hogy közben elalszik, este nézi, az akkor úgy annyira unalmas, hogy akkor úgy nézi. Hát, ott van például az a Hörbi. Egyszer tudom, mondta videóban vagy live-ban, hogy van a Túri Tamás, hogy őt mindig elalvás előtt nézi. Akkor nagyon imádja a videóit amúgy, pedig nagyon mindig őt mondta, hogy ő a legjobb, vagyis hát nem így mondta, de mindig őt említette. De ezek szerint csak azért, hogy el tudjon tőle aludni. Jó, hát volt már azt az izét is nézte, láttam azt a viccát, vagy kit. Hát, őt meg én egyáltalán nem nézem, fel vagyok rá iratkozva, de nekem az túlságosan unalmas. De legalább én nem bántom, nem úgymond csinálok semmit.
Ja, nem szikázom, vagy nem dislike-olom. Már igaz, most már nincs egy dislike, nem mutatja elvileg. Jó, hát amit már mondtam, ha gépen megnézem, akkor ugye mutatja. Vagy hogyha vannak ilyen pluginok, akik értenek hozzá, azok meg tudják oldani, ha nagyon akarják valakik. Jaj, legyen dislike-oló. Úgyhogy ez a helyzet. Ahogy elsőre kiszét akartam volna, titkokon akartam volna live-ozni egy kis Fortnite-ot, mert még nem is próbáltam ki ezzel a memóriállammal, hogy milyen lenne live-ozni. Nyilván biztos van, amennyivel jobb lenne, mert ugye az a memóriállam a live-ozásra is jó, gondolom én, nem tudom, hát nem nagyon érdekel ezekhez mondom. Ja, ó, nem mondom, inkább akkor csinálok videót, ha már tegnap úgy se tudta úgymond mindent elmondani, vagy is hát, na, értetek. Meg hát, az elején, amikor legelsőnek live-oztam titkokon, akkor tényleg sok, úgymond ajándékok jöttek, volt majd 4000 valamennyi. Hát most kérem, mennyi sok az, de nekem már az is sok volt, úgymond, hogy így ilyen kaptam meg, hogy nem ittam, hanem csak úgy kaptam a ajándékokat, a támogatásokat. Azt is nézni kell, hogy ki hogy kapja ilyenkor. De utána már egy pár szónkor elkezdtem lájózni, már ugye, hát ilyen 1000 vagy 1500 forint jött összesen. Úgymond nem olyan sok már akkor. Ja. A legelső akkor az tényleg jó volt. Na mindegy, hát jó, biztos, ha minden nap csinálnám. De hát az sajon, mert azt is megmondnák az emberek, ha most mindig live-oznék, úgy, mint régen, ugye, akkor csináltam ezt a WC-kunyhó live-okat. Az sajon, ha mindig live-ozni. Így, ha egy héten esetleg van mégis, akkor igaz, mondom már nem tudom, mikor live-oztam ott. De hát, jó van az, hát. Majd, ha lesz kell, hogy live-ozok ott is, de legalább én nem álltam át oda. Ha mégis csinálok ott, akkor csinálok, de attól még itt is. Én ugye a YouTube-hoz vagyok nőve, ahogy Ádám mobil is. Ja, hogy ő is mondaná, mi már ide vagyunk nőve. Meg ugye itt lehet cigizni, lehet mutatni a cigit is. Nem olyan, hogy nem lehetne. Ja, na jó van. Szerintem most már bemegyek. És elég volt kicsit már. Érezem, hogy hiába fel vagyok öltözve, de azért érzem, hogy... Ja. Na. Ha tetszett a videó, akkor köszönöm szépen a lájkot, és majd legközelebb jövök. Ja, és már meg is jöttek fatelék. Megjöttek fatelék, pont jókor fejezem be. Pont most jöttek még. Wow. Na, pont most jött meg az upelecske. Na, akkor sziasztok, gyerekik! Jó hétvégét még egyszer, és jókra jöttek. Sziasztok!